beszélünk, a tavaly esztendő derbi hőséről beszélünk, és egy jó tónyóra, egy derbi nyerőre mindig szükség van a szezonban. Elindult a mezőny, szépen érkeznek a lovak a startautó mögé, hatan a startnál, hiszen Holtalmer Diamantot lejelentették, jön a napi főverseny. Start elindult a napi főverseny, 600 ezer forint a verseny összdíjazása, és Philadelphia elmegy vezetni, mögé pedig beül a favorit Rocket Boy. Philadelphia, Rocket Boy és Vamos Camp, ez az első háromló sorrendje, vendéghajtójával Vamos Camp jó startot véve fölmegy a második helyen versenyző Rocket Boy mellé, mögöttük nyíres színei tűnnek föl, nyíres, Paperboy és Tónyú, ők zárják a sort. A hatlovas mezőn nagyszerűen együtt halad, amikor a lovak már a kanyarban járnak, továbbra is Philadelphia az élen, és jön mellé istállótársa, jön Vamos Camp. Philadelphia, Vamos Camp, Rocket Boy, Paper Boy, ez az első négy lósorrendje, nyíres és tónyú zárja a sort, amikor a lovak már az első egyenesben járnak. 1300 méter van hátra a versenyből, a két Márton idomítás diktálja a tempót, mögöttük pedig Rocket Boy, benn a falon még nyíres, a második pozíciót Paper Boy vállalja föl, illetve tónyú. Elmegy vezetni egy körrel a vége előtt, Vamos Camp. Vamos Camp 1200-vel a vége előtt ér rá, próbálja növelni a tempót vele Nagyvári Andrea, egyértelműen taktikai szerepe lehet most, hiszen kihúzta már a füldugót is, és talán még tovább tudják növelni majd a tempót. Vezet Vamos Camp, mögötte Philadelphia, Vamos Camp, Philadelphia, Rocket Boy, ez az első háromló sorrendje, Paperboy továbbra is a második pozícióban halad, csak úgy, mint Tónyó, és nyíres is ki a második spurba. A lovak lassan a túlsó oldalra érnek, és elég jó tempó diktál még mindig Vamos Camp. Vamos Camp 2-3 hosszasra növelt időközben az előnyét. Vamos Camp is istállótársa Philadelphia. Vamos Camp, Philadelphia, Paperboy, Rocket Boy, nyíres, tónyú. Ez a lovak sorrendje, a túlsó oldal közepén járunk már. Még mintegy 600 méter van hátra a versenyből, és Philadelphia most már fölmegy, vagy fölmehet az istállótárs mellé. Vamos Camp, Philadelphia, kettőse vezet fej-fej. Rocket Boy pedig egy picit beszorulva a zsákutcában, a második kettesokat belső tagjaként, mellette Paperboy tónyó szépen zárkózik, ugyanaz elmondható nyíresre is. Nagyszerű verseny, pedig csak hatalmas startnál, még mindig vezet Vamos Camp. Vamos Camp, Philadelphia, Rocket Boy, Paperboy tónyó, nyíres. Ez az első hatló sorrendje. Jönnek a lovak a befutó egyenesre. Philadelphia némi biztatása most már át fogja venni a vezetést. Az ő hátán érkezhet majd Rocket Boy, és egészen kívül pedig jön Paperboy. Rocket Boy be fog menni majd a falra. Rocket Boy most már elő van, Philadelphia elfáradt, egészen kívül pedig jön Paperboy, Rocket Boy, Paperboy, óriási küzdelem, Rocket Boy fogja nyerni a versenyt, Rocket Boy, Paperboy, nyíres, Philadelphia, tónyó és Vamos Camp, ez a nem hivatalos befutási sorrend a nap hatodik futamában. Megint csak teljes papír, ahogyan azt vártuk is, azonban ez nem volt ennyire egyszerű, mert azzal, hogy Vamos Camp elment vezetni, méghozzá nagyon jó iramba elment vezetni, majd fölment mellé istállótársa Philadelphia, és majdnem összekuszálódtak a szárak, de végül a tudás, a lovak tudása teljességgel kijött. Rocket Boy-jal Fazekas Imre behúzta ezt a versenyt, mögötte Paperboy, majd pedig nyíres érkezett. Tényleg elmondtad futam közvetítése közben, hogy kis mezőny, ellenére rendkívül kiélezett érdekes pillanatok, jó verseny, és ez tényleg így van, pedig csak hatló. Így is van, kis mezőnyen is lehet nagyon érdekes és izgalmas versenyt futni. Nem jött be Márton Lajosék elképzelése, pedig mindent megpróbáltak Vamos Camp-el, hogy Philadelphia számára egy jó tempót diktáljanak. A Rocket Boy sokáig bezárva versenyzett, de hát Lakatos Éber a sok évtizedes rutinja kijött, és a végén megnyerik a versenyt, mögötte Paperboy a második, a harmadik helyre megérkezik nyíres, nyíres most sem tud versenyt nyerni, de most is ott van a dobogón. Gyakorlatilag szintiszta papírforma, de hát nagyon nehéz versenye volt